A válogatott szünet alatt sem tétlenkedett a Gyirmót FC. Csertői Aurél csapata legutóbb maga biztosan 3-0-ra verte a Kazincbarcikát. Most viszont egy nagyobb falat következik, a tabella negyedik helyén álló Szeged érkezik az Alkufer stadionba. Nekünk nagyon rossz, hogy ilyen időjárási körülmények, ez két hétig nincs mérkőzés, nehéz fenntartani a motivációt, de már benne vagyunk a hétbe, tehát szombaton játszunk, maximális erőbedobásra edzenek a srácok. Nagyon fontos hazai mérkőzés lesz, nehéz mérkőzés. Azt gondolom, hogy habár nem dönt el semmit, de nagyon fontos lenne egy győzelem. A találkozó azért is különleges, mert a szegediek egy ponttal előzik meg a Gyirmótot, vagyis hazai siker esetén Medgyesék előzhetnek is. Ha a többi meccs úgy alakul, akár fel is léphetnek a dobogóra. Minden meccs különleges egyébként, de ugye ez azért mindenkit úgymond felfokozott hangulatban érint szerintem, úgyhogy így is készülünk. Egy plusz motivációt ad ugye, hogy meg tudjuk őket előzni, szóval ezért is azt gondolom, hogy mindent megteszünk a héten, illetve a meccs is mindent fogunk tenni annak érdekében, hogy megelőzzük őket. A meccs súlyának megfelelően készülnek a srácok, aki viszont jól ismeri az ellenfelet, az Kovács Milán. A remek formában lévő középpályás ugyanis a Tisza partjáról tette át székhelyét Gyirmótra. Focisztam ott egy évet, jól ismerek mindenkit, tudom a képességeiket. Ha tudok segíteni a csapatnak egy-két háttérinformációval, akkor nyilván segíteni fogom őket, de ugyanúgy készülök, mint a többiek. A találkozó ezúttal a megszokottól eltérően szombaton 1 órakor kezdődik.